Új vezetőt kapott a Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ. Őt kérdeztük a központ feladatairól és a jövőbeli terveiről. Új vezetőt kapott a Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ, az új vezetőjét, Barnáné Juhász Sárát. Kérdezzük erről, köszöntöm Önt, hogyan is került Ön a központhoz, és mik is a központ feladatai? Barnáné Juhász Sárának hívnak, és a központhoz a 2016-ban kerültem, mikor ugye volt a nagy átállás, tehát a szolgálatok meg a központok külön feladatkört kaptak. Akkor kezdtem a munkámat esetmenedzserként, majd pedig most, mikor ugye Piacsekné Kurucsai Erzsébet nyugdíjba vonult, az akkori központvezető vette át az ő feladatkörét. Így ugye a központba megürült itt nálunk a vezetői munkakör, és ezt pályáztam meg, és 2021. február 5-től látom el a sikeres pályázatom után ezt a feladatkört. Mit tudhatunk a központról, kik itt az ön munkatársai, és milyen munkát lát el ez a központ? A munkatársaim esetmenedzserek dolgoznak a központba. Két fő, Tódorné Bodrogi Tünde, illetve Horváth Csilla látják el az esetmenedzseri feladatokat. Ők kistérségi szinten működnek, tehát nem csak a kistereki családokkal foglalkozunk, hanem a kistereki járás 6 településén, tehát Balástya, Baks, Csengele, Kistelek, Pusztaszer meg Ópusztaszer. Itt látjuk el a hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatokat. Az esetmenedzsereken kívül iskolai szociális munkások is dolgoznak a központban. Ezt a feladatot 2018-tól látjuk el, speciális feladatként került a központunkhoz. Itt is két munkatársam dolgozik, Varga Dóra, illetve Búza Károly, és ők is kistérségi szinten. Ez mellett van egy 4 órás asszisztensünk, asszisztensi feladatokat lát el, illetve tanácsadó, dr. Tóth Éva, aki kihelyezett szolgáltatásként szintén a 6 településen látja el az életvezetési tanácsadást, ami szintén a központnak a szervezésébe tartozik, tehát én szervezem össze, hogy mikor, melyik településen jelenik meg a kolléganő. Milyen feladatokat is lát el a központ, és ön milyen feladatokba kapcsolódott be, miután elkezdte itt a munkát, a munkakört? Ugye 2021. február 5-től látom el a Család és Gyerekjóléti Központnak a vezetését, és úgymond ugye belecsöppentem a munka sűrűjébe, mert az éves tanácskozások ugye februárban zajlanak, település szinten is. Ezeken való részvétel volt az elsődleges feladatom, ahogy elkezdtem a munkát, egy kicsit rendhagyó módon, mert ugye a vírushelyzetre való tekintettel ezek már online módon történtek, valamint az iskolai, óvodai segítőknek a munkáját próbáltam egy kicsit fölmérni. A járás összes területén működő iskoláknak és az óvodáknak állítottam össze egy kérdőívet, amelyben egy tulajdonképpen ilyen megelégedettségi kérdőív volt, illetve javaslatokat kértem az intézményvezetőktől arra, hogy milyen feladatokba tudnák még esetleg elképzelni a náluk jelenlévő iskolai segítőket. Ez volt az egyik cél, a másik pedig a munka elkezdése előtt, tehát 2018-ban minden intézménynek lehetősége volt arra, hogy megmondja azt, hogy mennyi időben szeretné a munkatársainkat az intézménybe, hogy végezzék a munkát, és akkor ezt is fölmértük ebbe a kérdőívbe, hogy ez esetleg változott-e, vagy maradhat minden a régiben. Milyen feladatokat lát el a központ? Beszéljünk erről egy kicsit. A központ az hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el. Ennek keretein belül ugye a védelembevétel, a nevelésbevétel, az ID, ami a családból való azonnali kiemelés, családbafogadás, más, illetve harmadik személyhez történő
elhelyezés kapcsán szokott megkeresni bennünket a gyámhivatal. Ezekre teszünk javaslatokat, illetve a hozzánk kerülő családoknak a védelme, tehát ez képezi a munkakörünket. Tehát a nevelés, tehát a védelembevétel, ugye ez egy hosszú folyamat, míg eljut a család a védelembevételhez, és akkor ennek a védelembevételből való kikerülés, tehát a családoknak az olyan mértékű megsegítése, amivel segíteni tudjuk azt, hogy ebből az állapotból kikerüljön. Ez a feladatunk. A másik nagy feladatunk még a nevelésbe vett gyermekeknek a szülőgondozás, tehát alkalmassá tenni a szülőt arra, illetve a családot arra, hogy a gyermekek minél hamarabb visszakerülhessenek a családba. Van még ugye a családba fogadás, amikor a szülő kérelmére a gyereket más családtag neveli, tehát itt ezekben is közreműködünk. A speciális szolgáltatásunk keretében még a kapcsolattartási ügyeletet látjuk el, az iskolai szociális munkát, illetve a készenléti szolgálatot, az életvezetési tanácsadást, illetve az utcai szociális munkát, amire sajnos az elmúlt évben a vírushelyzetre való tekintettel, illetve a rendőrséggel való kapcsolatunknak a lazulása miatt nem került sor. A kapcsolattartási ügyeletet azt itt a központba végezzük, és azoknak a családoknak a kapcsolattartására van lehetőség, akit ugye a gyámhivatal ide helyezett ki kapcsolattartásra, és itt felügyeljük, illetve vannak olyan kapcsolattartások, amikor tényleg csak a helyet kell biztosítanunk, de előfordul olyan is, amikor felügyelt kapcsolattartás folyik nálunk, akkor az a feladatunk, hogy a kapcsolattartás ideje alatt nekünk is a kapcsolattartó helyiségbe kell lennünk. A másik ilyen nagy feladatunk ugye a már említett iskolai, óvodai, szociális munka. Itt a munkatársak 6 településen látják el a feladataikat, és minden iskolába és óvodásba részt vesznek és segítik az ottani munkát. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, illetve koordinálják az iskola és a szülő, az iskola és a gyerek, illetve a szülő-gyerek kapcsolatokat, illetve konfliktusokat, valamint segítséget nyújtanak abba az iskolának, hogyha jelzési kötelezettséggel kell nekik élni, akkor ezeket a jelzéseket segítenek megfogalmazni, vagy elkészíteni. A speciális feladatunk még a szociális diagnózisnak az elkészítése. Ezt az egyik kolléganőnk végzi, és akkor ez is járási szinten működik. Valamint a készenléti szolgálatot említettem még. Itt annyit szeretnék megemlíteni, hogy itt a telefonszámunk megváltozott, és ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, meg hirdetni, hogy mindenkihez eljusson. A megváltozott telefonszámunk az 0620-227-0771, tehát ezen a telefonszámon munkaidőn túl ünnepnapokon várjuk a hívásokat krízishelyzet esetén, amikor is telefonon segítünk a bajba jutóknak, és hát el kell, hogy mondanom, hogy nem sűrűn, hál' Istennek nem sűrűn csörren meg a telefon, de ha megcsörren, akkor viszont tényleg krízis helyzetben vannak. Általában ezek ilyen családi viták, családi veszekedések, vagy kapcsolattartási problémák, kerestek, vagy hívnak föl bennünket. Volt eset, amikor azonnali kiemelés történt a családból, és akkor abba kérték a segítségünket, hogy segítsünk intézményt találni, tehát anya otthon találni a családnak, hogy a kiemelés az minél hamarabb meg tudjon történni. Tehát van feladatunk bőven. Milyen feladatokkal segíti így az online oktatásban résztvevő gyerekeket a központ?
Nagyon szoros kapcsolatunk van az iskolával, és azokat a tanulókat kiszűri az iskola, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak bekapcsolódni az online oktatásba. Ez lehet technikai hiány, de lehet, hogy éppen a gyereknek van nem megfelelő hozzáállása miatt valósult meg, és mi ezekkel a családokkal vesszük fel a kapcsolatot, illetve tartjuk a kapcsolatot. Van olyanra is lehetőség, hogy a gyerekesély program keretein belül segítünk a gyerekeknek a tanulásában segítünk, tehát segítjük azt a feladatukat, hogy egy az, hogy bekapcsolódjanak, meg hogy akkor a házi feladatoknak a elkészítésében, illetve a felületre való visszatöltésében. És ezt már tényleg az előző hullámba is segítettük, és akkor most is feladatunk ez a fajta megsegítés. Mik a jövőre vonatkozó tervek itt a központ életében? Esetleg lesz-e valami másképpen szervezve, mint például az előző időszakban? Igazából én azt gondolom, hogy egy nagyon jól szervezett központot vettem el és át, és nagyon jól működtek a feladataink, illetve a szervezés, úgyhogy én ezt az utat szeretném folytatni. Most nyárra, tehát most már tervezzük a nyarat, reméljük, hogy a vírushelyzet egy kicsit jobb lesz, és a nyár folyamán már elindulnak a táboraink, feloldják ezt a mostani helyzetet, tehát táborokat tervezünk a nyárra, és tehát nekem célom az, hogy ebbe a táboroknak a tartásába segítőket vonjunk be. Pont a napokban történt egy olyan, hogy az egyház keresett meg bennünket, és a segítségünket kérte abba, hogy adományt juttassunk el olyan családoknak, akik rászorulnak. Úgyhogy ezt a kezdeményezést, ezt nagyon jó névvel vettük, és akkor nagyon szívesen segítettünk ebbe a jó cselekedetbe. 2018-ban már volt egy ilyen közös tervünk, illetve akciónk az egyházzal, akkor húsvétra élelmiszercsomagokat, meg ruhákat tudtunk a rászoruló családoknak eljuttatni. Most nagyon örülök annak, hogy újra kapcsolatba kerültünk velük az egyházzal, úgyhogy már el is kezdődtek ilyen szakmaközi megbeszélések annak érdekében, hogy miben tudnánk esetleg még együttműködni annak érdekében, hogy a családokat tudjuk segíteni. Csapatépítés keretein belül rendbe tettük a környezetünket, és virágokat ültettünk a központ elé, aminek hozadéka az, hogy tényleg azon vettük észre magunkat, hogy megállunk egy pillanatra, és nézzük, hogy milyen szép eredményt értünk el a környezetünk szép tételével. Május 9-e az Európai Unió napja. Az erről készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. A minden évben megrendezett Európa nap az európai béke és az egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman, francia külügyminiszter, 1950. május 9-én Párizsban olyan új politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely lehetetlenné teszi a háborút a kontinens országai között. Schuman új európai intézmény felállítását szorgalmazta abból a célból, hogy összefogja és irányítsa a kontinens országainak szén- és acéltermelését. Az intézményt létrehozó szerződés aláírására egy évvel később került sor. A mai Európai Unió kialakulását a Schuman javaslattól számítjuk. Az alapító tagállamok Franciaország, az NSK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia ötlete az volt, hogy az ESA kezelje a tagállamok területén lévő szén- és acélkészletet, illetve hogy közös piacot teremtsen számukra a vámok eltörlésével. Az elgondolás csak részben volt gazdasági kérdés, politikai megfontolások is vezérelték a megalkotókat.
Schumann és Monet úgy vélték, ha összekötik a francia és a német gazdaságot, akkor csökken a jövőbeni konfliktusok lehetősége. A Schumann terv kimondja, a közös termelés miatt fellépő szolidaritás nem csak elképzelhetetlenné teszi a Németország és Franciaország közötti háborút, de gyakorlatilag kivitelezhetetlenné is. Az egyezményt 1951-ben írták alá a tagállamok Párizsban, és a következő évben lépett életbe az Európai Acél- és Szénközösség megalakulásának hivatalos dátuma, tehát 1952. Az eredeti 6 tagállam tovább mélyítette gazdasági kapcsolatait, és 1957-ben aláírták a római szerződést, amelynek értelmében 1958-tól megalakult az Európai Gazdasági Közösség. A 6 alapító államhoz később további 6 ország csatlakozott. Az első bővítésre 1973-ban került sor, amikor az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozott. 1981-ben Görögország, 86-ban Spanyolország és Portugália csatlakozott. A német újraegyesítés után a korábbi Kelet-Németország területe is a szervezet része lett. A tagállamok 1992. február 7-én aláírták a Maastrichti szerződést, hivatalos nevén a szerződést az Európai Unióról, és 1993-tól megalakult az Európai Unió, amely kereskedelmi, utazási és szállítmányozási szabadságot adott a tagállamoknak, és elvezetett a közös valuta bevezetéséig. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos információkról szóló összefoglalónkat hallhatják. A személyi jövedelemadó bevallás határideje 2021. május 20-a. Az SZIA bevallási tervezetek március óta elérhetők. A jóvá nem hagyott tervezetet az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezettek tervezetének kivételével május 20-án automatikusan bevallássá válik. Magyarországon a magánszemélyeknek személyi jövedelemadót kell fizetniük minden megszerzett jövedelmük után. A legfontosabb jövedelem általában a munkabér, de SZIA kötelesek az egyéb kifizetések is. A NAV már évek óta ingyen elkészíti minden magánszemély SZIA bevallás tervezetét. Az SZIA bevallás tervezetet március 15-től tette online elérhetővé a NAV az ügyfélkapu regisztrációval rendelkezők számára. Akik nem rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, azok március 16-ig kérhették a postai kézbesítését, melyet a NAV április 30-ig küldött el. A NAV ügyfélszolgálatain a bevallás határidejéig kikérhető a papíralapú SZIA bevallás tervezet, valamint a weboldalról is letölthető a formanyomtatvány, amelyen mi magunk vagy egy könyvelő is elkészítheti a bevallást. Ha a munkabéren kívül nem volt más adóköteles bevételünk, illetve nincs igénybe nem vett adókedvezményünk, nincs semmi dolgunk, május 21-én a NAV automatikusan elfogadja a tervezetet, és a bevallás teljesül. Kötelező viszont SZIA bevallást benyújtani az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, az EVA alanyoknak, a kisadózóknak, katásoknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak. Legegyszerűbb a NAV online e-SZIA rendszerén keresztül elfogadni a tervezetet és beküldeni a bevallást. Ügyfélkapu regisztráció nélkül az általános nyomtatvány kitöltő programban ki kell tölteni az SZIA bevallást. Az üres nyomtatvány a programból kinyomtatható és kézzel kitölthető, valamint lehet kérni a NAV ügyfélszolgálatán is. A bevallás benyújtható postai úton is, ehhez a kapott tervezetet kell visszaküldeni a biztosított, térítésmentesen feladható válaszborítékban. A tervezet személyesen is leadható bármelyik NAV hivatalban. A bevalláshoz szükséges a munkáltatók és a kifizetők által kiállított összesített igazolás az adóévben teljesített kifizetésekről. Ezt 2020. január 31-éig kellett megkapni. A kedvezmények levonása után keletkezett fizetendő SZIA 1+1%-a felajánlható az erre jogosult civil és társadalmi szervezetek számára. Erre az online felületen vagy az SZIA bevallás SZIA 1-ca lapján van lehetőség. A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint idén is március 31-e volt az 5000 forintos éves kamarai hozzájárulás befizetési határideje. Ugyanakkor a gazdasági önkormányzatunk a jogszabályban előírt hátralékkezelési tevékenységét a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig felfüggesztette.
A kamarai hozzájárulás teljesíthető online kártyás fizetéssel is, melyet honlapunkról indíthat el. Továbbá teljesíthető a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájára történő utalása, valamint április 12-től szűkített nyitvatartási időben ismét lehetőség van kamaránk ügyfélszolgálatain pénztári befizetésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos elnökségének döntése értelmében a 2021. évi tagdíj megállapítás két ütemben zajlik. Az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagok közül az év első felében 2021. május 1 és június 15 között a gazdálkodó szervezetek, az év második felében, várhatóan ősszel pedig az őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj megállapítására kerül majd sor. A NAK tavaly a tagság adminisztratív terheinek csökkentése érdekében átalakította a kamarai tagdíjbevallási és fizetési szabályokat. Hasonlóan működik ez, mint a NAV által évente elkészített SZIA bevallás, tehát a kamarai tagnak csak akkor kell foglalkozni a bevallással, ha nem ért egyet vele, vagy jogosult további tagdíjkedvezményre, amit igénybe szeretne venni. A NAK által a gazdálkodó szervezetek részére megállapított tagdíjat, elkészített tagdíjbevallást a tagok 2021. május 1-től megtekinthetik az Agrárkamara honlapjának e-iroda felületére belépve. A gazdálkodó szervezeteknek a 2021. évi tagdíjat 2021. június 15-ig kell befizetni. A magánszemélyek, őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj megállapítására az év második felében várhatóan ősszel kerül majd sor. A nem árbevétel alapú tagdíjat fizető kamarai tagoknak, például első éves tagdíjat fizetők, kizárólag mezőgazdasági termelőszövetkezeti minőségben taggazdálkodó szervezetek 2021. december 31-ig kell eleget tenniük a tagdíj fizetési kötelezettségüknek. We'll be right back.